Nagy örömmel köszöntöm kedves bérmálkozókat, bérmaszülőket, szülőket, nagyszülőket, rokonokat, mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepre, hogy milyen lesz lenti jövője, milyenek lesznek itt a családok, mennyi lesz a boldogság, a szeretet, a hűség, a nagy lelkűség, a remény. Azon múlik, hogy mi lakik majd ezeknek a fiataloknak a szívében, 10 év múlva, 20 év múlva. Azt a kincset, amit ma kapnak, tudják-e fölfogni, befogadni, ebben élni, szeretetben, reményben, hitben, Isten áldásával, hogy milyen lesz a jövő. Elsősorban ezen múlik. Jézus azt mondta, aki hisz bennem, annak a szívéből élő víz folyói fakadnak. És elmondja az evangélium, hogy ezt Jézus a lélekről mondta, a Szent Lélekről. Kedves fiatalok, Jézus szeretné a szívedet betölteni. Kegyelemmel, békével, erővel, fénnyel. Akar benne fakasztani egy soha ki nem alvó forrást. Szeretetet, ami nem múlik el, nem keseredik meg, nem fogy el soha. Szeretné, ha az életed boldog lenne és szép lenne, ha majd a házasságod szép lenne, hűséges, életre szóló, boldogító. A bérmálásban ezt a kincset akarja neked adni. Nyissátok ki a szíveteket, hogy beléphessen az életetekbe. A szíved kapuját csak te tudod kinyitni. Ezen a titokzatos kapun a kilincs csak belül van. Próbáld most a mise elején kimondani. Istenem, kinyitom előtted a szívemet, az életemet. Nem is csak ma, hanem életre szólóan igent mondok neked. Benned akarok élni, veled akarok élni. Légy velem, segíts nekem, add, hogy soha el ne hagyjalak, hogy rád építhessem majd az életemet.